A Mesterszakács előző részében egy drámai csapatverseny. Ez Eszter hibája miatt veszítettünk. És a kapitány a társait küldte harcba. Nem az én hibám volt. Harcos vagyok. És a legfiatalabb játékos, Max, csomagolt. Christian, Suzy és Eszter, alig várom, hogy kiessetek. Ma este a rivalizálás újra kezdődik. Lefőzöm őt, bármikor. De nagy a szád. És az egyik szakács szembeszáll a bírákkal. Undorító. Tévedsz. Ha férfi vagy, viseld a kritikát. A tudásod nincs arányban az arroganciáddal. 13 szakács maradt harcban. Miért te főzöl mindig így? Szemben a három kulináris nagyágyúval. Ez nagyon ott van. A nyertesé lesz $250,000, és ő lesz majd a mesterszakács. Amerikai mesterszakács. Tizenhárman maradtunk, ez az én szerencse számom. Először érzem igazán úgy, hogy én lehetek a következő mesterszakács. Jó reggelt! Jó reggelt! Nos, ti 13-an egy lépéssel közelebb jutottatok a $250,000-hoz. És hogy ti legyetek a következő mesterszakács. De higgyetek nekem, addig még jó néhány akadályt kell leküzdenetek. Kezdjük a következővel, ami a doboz alatt rejtőzik. Ez a meglepetés csomag kihívás. Most készítenetek kell egy különleges fogást, de csak a dobozban található alapanyagokat használhatjátok fel. Tehát háromra óvatosan emeljétek fel a dobozt. Nagyon óvatosan, mert harap. Egy. Óvatosan, jó? Vigyázzatok a kezetekre! Mi a fene ez? Csak nem állatot kell ölnöm. Kettő! Három! Kerestem a húst, vagy valami hasonlót, de nem találtam. Ez mind csak zöldség. A mai kihívás egy vegetáriánus étel készítése. Nem köret, nem saláta, hanem főétel, amit egy vegetáriánus az ország bármelyik étterem étlapjáról rendelhetne. Gyönyörű a választék! Van itt lila mogyoró burgonya, zöld paradicsom, csíkos cékla, japán padlizsán, füstölt paprika, marokkói fűszerek és a legcsodálatosabb illatos currypor. Nagyon izgatott lettem a zöldségek láttán. És van curry, halihó! Ez nálam a csali. Ha felvágnának, curry por szállna belőlem. Tudjátok, csak a három legjobbnak tartott ételt fogjuk megkóstolni. És a nyertes óriási előnyt élvez majd a következő kihíváson. Ami a kiesés próbája lesz. És egyikőtöknek el kell hagynia a konyhát. Az óra indul most! Rajta! Barack csatnit készítek, és néhány szamoszát. Idegesítő, hogy néhányan többre tartják magukat, pedig kétségeim vannak felőlük. Szupi vagyok. Suzy befoghatná már. Sokan azt hiszik, mindent tudnak. Eszter még csak nem is tud főzni. Hülye liba. Sok mindent teszek az ételembe, és ma először próbálom ki a kecske sajtot. Meglátjuk, hogy sikerül. Ez a meglepetés csomag eddig a legnehezebb. Most abszolút kiderül minden. Vegetáriánus kihívás. Elvárható, hogy egy éttermi séf fejével gondolkodjanak. Igen. Én görög rétes tésztából készítenék kecskesajttal, sült paradicsommal és padlizsánnal töltött batyút egy kis pesztóval. Én egy pástétomot sütnék, sajttal és zöldségekkel. Még 40 percetek van hátra! Király lenne, ha azt mondanák, hogy hé, tiéd az első a 13 közül. Végre nem csak a melleim miatt vennének komolyan.
Leribancoztam Jennifert, de megérdemelte. Azt hiszi, jobban főz nálam, pedig lefőzöm őt. Bármikor. Szőke libának néznek. De majd én bebizonyítom, hogy tévednek. Nos, Krisztián, mi ez? Ez egyfajta lecsó lesz. Teszek bele paradicsomot, meg ilyeneket. A zöldség az erősséged, vagy a gyengéd? Inkább csak köretnek használom őket. Szerinted ki ma a legnagyobb ellenfeled? Adrian. Nálam ő az egyik legjobb. Adrian, mi lesz ez? Egy kis spanyol íz. Rizs, friss paradicsommal és zöld gazpacho. Hideg és meleg. Mi csak egy ételt kértünk. Ha több dolgot csinálsz, akkor is egyként kell tálalnod. Igen, harmonizálniuk kell. Adrian jó, de már megint Rizs? Ő tudja. 30 percetek maradt! Mindent kóstoljatok meg, amit az ételbe tesztek. Alejandra, ez elég fűszeres. Mi ez? Füstölt paprika? Ez a padlizsán. Marokkói fűszerrel ízesítettem. Előtte marináltam, és így jobban kijön az íze. Jó az illata. Sok sikert! Sok érdekes technikát láttam. Van, aki csak 2-3 zöldséget használ, majd meglátjuk. Ben háromfélét készít, ez a bizonytalanságát mutatja. Azt hiszi, így jobb lesz, pedig nem ezt kértük. Nem. Ki az, aki küszködik, és ki lesz a nyerő? Krisztián elveszítette a fonalat. Igen. 15 percetek maradt! Na, lássuk. Csodás! Léci, működj! 8 percetek maradt! Ránéztem az órára, és a mutató száguldott. Most már kezdtem aggódni. 5 percetek maradt! 5 minutes left! Könyörülj! Így már jobb. Végre megint felvettem a ritmust. Remélem megint dobogós leszek. Imádom ezt a receptet, és tudom, hogy nekik is ízlene. 35 másodpercetek van! A választáshoz a bírák tekintetbe veszik, hogy a versenyzők mennyire követték a feladatot a kivitelezés és a tálalás tekintetében. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, és 1, állj! Kezeket fel! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, és 1, állj! Kezeket fel! A meglepetés csomagnál a bírák mindig csak 3 ételt kóstolnak meg, és a győztes óriási előnyhöz jut a következő körben. Szerintem ez az egyik legjobb étel. Az nem lehet, hogy ne legyek dobogós. Ez a kihívás, fordulópont a versenyben, mivel ez olyan tudást feltételezett, ami a professzionális konyhák is mérve. Ugyanakkor volt egy olyan személy, aki megbukott. A hús a hal hiánya összezavarta. Teljes homály van a fejében. Ez az étel pedig... Krisztiáné! Nem volt koncepciója. Nem volt jól átgondolt, és az étel kinézete is igen... fura. Egyáltalán nem ezt vártuk tőled. Ez óriási csalódás. Tévedtek. Szerintem nem az enyém a legrosszabb. Eszter étele úgy néz ki, mint a hányás. Ez van. Jogod van nem egyetérteni, de szerintünk az étel rossz. Krisztián úgy viselkedett, mint egy punk. Bűzlik a konyha az arroganciájától. Légy észnél, haver! Ne vitatkozz Gordon Ramsay-vel! Nem értek egyet. Csak konstruktív kritikát mondunk. Ha férfi vagy, viseld el a kritikát! Amit gondolt, kontroll nélkül kimondta. Sajnos a tudásod nincs arányban az arroganciáddal. Az étel egy csalódás volt. Ennyi.
Térjünk rá a pozitívumokra. Találtunk három olyan ételt, amelyek valóban lenyűgöztek. Az első étel készítője Jennifer. Gyere, szép volt. Mesélj róla. Egy egyveleg. Nos, van benne répa, gomba, gyöngyhagyma, kecskesajt és krumpli. Próbáltam annyi zöldséget beletenni, ami ízlett. A mártás paradicsom kis körrivel, és csak összesütöttem. Nekem a padlizsán volt a mumusom a dobozban. A padlizsánt kicsit túl kell sütni, hogy kijöjjön az amata. Mert így nem igazán érezni. Kis segítség kell neki. De azért nagyszerű munka volt. Nagyon köszönöm. Ínyemre van a fűszerezése. Rusztikus és gusztusos a tálalása. A színe megnyerő, jó étel. Köszönöm, uram. Nagyon köszönöm. Ez az étel a mintája annak, amit elvártunk. Nagyon köszönöm. A következő ételnek, amit kiválasztottunk, káprázatos a színe, az állaga, az íze, az illata kívánatos. Ez az étel pedig Adrienne. Mesélj nekünk róla. Ez egy zöld gazpacho, a nagymamám rizs receptje. Paprika és tükörtojás. A rizs ízesítése megkoronázza a tükörtojást. A szósz nyerő. Isteni az íze. Ez életem egyik legjobb étele. Szép volt. Köszönöm. Isten áldja a nagymamádat. Ez igazán merész, de egyben lenyűgöző. Azért engedj meg egy megjegyzést. A füstölt paprika és a marokkói fűszer nagyon veszélyes dolog együtt. A túlfűszerezés határát súrolod vele. Azonban most szerencsére nem lett belőle katasztrófa. Nem rossz, ügyes vagy. Köszönöm. Mi ez a csodás zöld szósz? Avokádó, zöld paradicsom, arugula és petrezselyem. Zseniális a mártásban a zöld paradicsom ütős, tüzes savassága, szemben az avokádó alappal. Mint a ying és a yang egy tányéron. Az előző meglepetés csoma kihívás te nyerted, és most is az élem vagy. Gratulálok! Köszönöm! Nagyszerű volt hallgatni a dicséreteiket. Kösz, Nagyi! Az utolsó étel, amit ma szeretnénk megkóstolni, az ízek diadala. Triumph of flavors. A készítője nem más, mint Alejandra. Nem vagyok benne a háromban. Még csak nem is említettek. Ez szívás. Igazi szívás. Mutasd be az ételedet. Ez egy zsírban sült, zöldséges korma. Zöldséglevesben főztem meg a rizst, illetve hagyma van benne. Az étel különböző textúrái kényeztetik a szájpadlásomat. Ropogós és gazdag. A körte és a tejszín könnyű és friss. Igazán finom. Győztes étel. Nagyon köszönöm. Gratulálok. A ragú illatos és finom. Az ízek egyensúlyban vannak. Az édes körte ellensúlyozza a csípőségét. De a hiba pont itt is a padlizsáné. Ez sem kellően átsült, nem karakteres. De köszönöm, szép volt. Nagyon köszönöm. Három kitűnő étel, de melyik legyen? Ez elég nehéz. Szerintem az egyik megállná a helyét az éttermemben. Rendben. Tehát, a következő kihívásban valaki távozik a mesterszakácsból. Ezért minden előny, amit kaphattok, óriási haszon a játékban. Egy 100 méteres futásnál 50 méterről indulni garantálja a győzelmet. Az előző meglepetés csomagot én nyertem. Jó lenne, ha nem kéne most sem a sötétben tapogatóznom.
Nagyon drukkolok, hogy én nyerjem a kihívást. Akarom azt az előnyt. A győztes vegetáriánus étel a mai meglepetés csomag kihívásban. Ma egy vegetáriánus ételt kellett főzni a meglepetés csomagból. A dobogós három ételt a bírák már megkóstolták. Adrien gazpacsóját, Alejandra kormáját és Jennifer zöldségpástétomát. Nos, a mai meglepetés csomag kihívás győztese, akinek gratulálok, Jennifer, szép volt! Köszönöm! Szép volt! Erre a pillanatra vagyok a legbüszkébb eddig. Bebizonyítottam magamnak és a bíráknak is, hogy itt a helyem. Jennifer, óriási előnyt kapsz a következő feladathoz. Akarod látni? Abszolút. Akkor gyere! Hajrá, Jenny! Jennifer most befolyásolhatja, hogy kiesik ki a kiesés próbáján. De a feladat témája, mint mindig, a bírák kezében marad. Még fogalma sincs, hogy mekkora lesz a rivalizálás a mai kiesés próbáján. Ez a próba nem a miről szól, hanem a kiről. Üdvözöld Amerika első mesterszakácsát, Whitney Millert. Szia! Újra itt! De mennyivel jobb az asztal ezen a felén? Veled vagyok! Jennifer, ma le kell másolni egy ételt Whitney szakácskönyvéből. A címe Modern vendéglátás, egyszerű receptek és déli vendégszeretet. Azonban ez nem ilyen egyszerű, mert recept nélkül kell majd főzni. Az első előny, amit kapsz, hogy a könyvből készült három csodálatos étel közül választhatsz, hogy te melyiket szeretnéd. Az első étel áfonya csipotle, grill csirkével, burgonya salátával és grillezett spárkával. A második étel garnélarák, puliszkával és füstölt kolbásszal, piros paprikamártással és zöld salátával. A harmadik étel a legcsodálatosabb ropogós harcsa, amit illatos lilakáposzta salátával és gyönyörű sült édes burgonyával tálaltunk. Először kóstold meg őket. Bármelyiket választod, mindenkinek, így neked is el kell készítened. Melyik a jó választás? Az, ami számodra egyszerű, vagy az, ami a többieknek komoly gondot okozhat? Gondolkodj. Melyik Whitney szakácskönyvéből készült ételt választod? Van egy nagyon különleges vendégünk. Üdvözöljétek Amerika első mesterszakácsát, Whitney Millert! Ez igazán csodás! Mutattunk Jennifernek három Whitney szakácskönyvéből készült káprázatos ételt. Az étel, amit Jennifer választott, a harcsa. Még sosem sütöttem vagy ettem harcsát. Egy ázsiai Los Angeles-i vagyok. Minek ennék déli kaját? 60 percetek van, hogy az utolsó morzsáig lemásoljátok Whitney ételét, de recept nélkül. Jennifer, itt a második előnyöd, amiről eddig nem tudtál. Te egyedül kapsz egy kosarat az étel összes hozzávalójával, hogy lemásolhassd a sült harcsát. Tessék, sok sikert! Köszönjük! Te minden hozzávalót megtalálsz majd a kosárban. Nem tévedhetsz velük. Milyen érzés? Elképesztő. Minden hozzávaló nálam volt. Ez óriási előny.
Nem létezik, hogy valaki képes legyen összeszedni mindezt. Ti viszont kóstoljátok meg az ételt. A versenyzőknek csak a szemük és a nyelvük segítségével 29 hozzávalót kell beazonosítaniuk Whitney harcsájából. A céljuk az, hogy recept nélkül elkészítsék az eredeti étel leghűbb másolatát. Memorizáljatok minden apró részletet. Ettem a szememmel, az orrommal, a nyelvemmel. Bevéstem az ízeket. Egyetlen dolog miatt aggódok csak. A salátája miatt. Tudom, hogy rengeteg minden van benne, de egyszerűen nem tudok rájönni, hogy mi az a zöld ízé. Fogalmam sincs. Nem tudom. Van a tartármártásban valami. Ismerős az íze, de nem tenném rá a fejemet. Whitney! Mielőtt elmész, megkérnélek, indítsd el a kiesés próbáját. Elimination challenge off, please. Versenyzők, 60 perc áll a rendelkezésetekre. Az óra indul most. Rajta! A versenyzőknek 5 perc alatt kell összeszedniük a kamrából a hozzávalókat. Egy rossz választás, és az illető hazamehet. Gyorsan össze kellett szedni a hozzávalókat. Irigykedem Jenniferre. Neki tele van a kosara a megfelelő alapanyagokkal. Nekem meg fogalmam sincs, mi kellhet. Azért választottam a harcsát, mert a saláta miatt sokan tévedhetnek. Különböző zöldségeket használt, ezért nagyon ott kell lenni, hogy jól válasszanak. A Whitney salátájában 6 összetevő van. Lila káposzta, répa, alma, paprika, pecan dió és kelbimbó. Jó az ízérzékem. Remélem sikerül utánozni. A káposzta salátában jó vagyok. Abban csillogni fogok. A legtrükkösebb a salátája. Sokfajta hozzávaló van benne. Elkövetek mindent, hogy utánozzam. Nem szeretem a harcsát. Nem ismerem a dél-amerikai ételeket sem, csak az olaszt. Most partra vetett hal lettem. Nálam minden rendben. A kóstoló után mindent tudtam. Nálam senki és sem lesz jobb. 45 percetek van! Az eredeti receptet kell eltalálnotok! Még sosem kértük, hogy recept nélkül kóstolás alapján utánozzanak le egy ételt. Ez volt az első vegetáriánus kihívás, most meg utánozniuk kell. Ez már egy következő szint. Kíváncsi vagyok, ki teljesít kiválóra. Ez a kiesés próbája, és valaki haza fog menni. Még sosem kértük, hogy recept nélkül utánozzanak egy ételt. Kíváncsi vagyok, ki teljesít kiválóra. Ezen a kihíváson a versenyzőknek Whitney Miller az első mesterszakács receptjét kell leutánozniuk. Jennifer minden hozzávalót megkapott. De a többiek csak találgatnak. Jennifer, hogy haladsz? Remekül, kösz! Óriási előnyt kaptál, és Whitneyvel is beszélhettél. Igen. Ismered az ételt? Nagyon remélem. Rendben. Ne feledkezz el a tartármártásról a tálalásnál. És a hal kisütése is döntő. Alejandra. Igen, uram. Tudod már, mi van a salátában? Szerintem lila és zöld káposzta, répa, jalapeño, vagy kaliforniai paprika, vagy mindkettő. Dió és ecet. Dobogós voltam a meglepetés csomagnál. Megdicsértek, de nem nyertem. Szeretném, ha most enyém lenne a legjobb, a legeslegjobb étel. A hal és én nagy barátok vagyunk. Ez új gyakorlat. Sült hal, káposzta, saláta, tartár. Mintha otthon főznék. Bizonyítani akarom, hogy a vega feladat hibái után képes vagyok a visszatérésre. Jó vagyok! Utálom Krisztián stílusát. Olyan arrogáns. Egy valaki mesterszakács lesz. Én leszek! Jenny, kissé nagy falat ez neked? Egy kicsit. Nem az én területem. Zavarba jöttem, hogy bevallottam nekik, hogy nem tudok sokat a sütésről. Nekem itt minden az első.
Sokan összekeverik a jalapenyót a kaliforniai paprikával. Ez meglepő. Hasonlóképpen a kel bimbót meg összetévesztették a káposztával. A harcsánál a kukoricaliszt a buktató. Liszt, kukoricaliszt, tojás és zsemlemorzsa a jó sorrend. Sokan hibáznak a részleteknél. Sokan nem biztosak benne, hogy a harcsát bőolajban vagy kevés olajban kell kisütni. Pedig kevésben kellene. Attól lesz ropogós. A ropogós a lényeg. Több panírozási technikát is kipróbáltam, hogy rájöjjek Whitney módszerére. Kisebb darabokat készítettem, aztán majd meglátom. Ez nem pont az, de jó. 30 percetek maradt, fél óra! Basszus! Mi a fenét csinálsz? Fel akarsz gyújtani? Zárd el a gázt! Sokkal óvatosabban! A nyílt lángtól kigyullad az egész. Anyám! Óvatosabban a forró olajjal, emberek! Vigyázzatok! Tizenöt percetek van! Gondoljátok át, mit csináltok a harcsával! A sült harcsa trükkös. Zsíros hal, ezért vigyázni kell, hogy a panír aranybarna legyen. De a hal is jól átsüljön. Eszter, hogy vagy? Semmi gond. A harcsa az erősséged, vagy a gyengéd? Az ízével rendben vagyok, bár az állagára jobban is emlékezhetnék. Sok sikert! Az ételek tálalása is fontos. A saláta helye a hal a gyönyörű kúpalakkal. Az íznek és a küllemnek is pontosan ugyanolyannak kell lennie. Mindent elkövetek, de nem lennék meglepve, ha az utolsó háromban lennék. Négy percetek maradt! Bőzsír, szuper! Kezdjetek tálalni! Mi volt? Talán kerek? Utolsó két perc! Mintha Whitney-é lenne. 45 másodperc! Hogy a fenébe volt? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, és állj! Mintha Whitney-é lenne. A versenyzőknek reprodukálniuk kell Whitney sült harcsáját egyetlen óra alatt. 10, 9. A káposzta salátától a kapros tartármártásig. 5, 4, 3, 2, 1, és állj! Jennifer, te óriási előnyt kaptál a kiesés próbáján. A tiédnek kell legjobban hasonlítani a Whitney receptjéhez. Lássuk! Jennifer mind a 29 hozzávalót megkapta, hogy lemásolhassa Whitney ételét. Te irányíthattad a kiesés próbáját. Finom ropogós, savanykás, fanyar. Eltaláltad a hal zamatát. Szép munka. A káposztasaláta kellően ecetes, nagyon ízletes. Az édes burgonyát szerintem lehetne kevésbé zsíros. Másfél perc hiányzik hozzá. Egy kicsit ropogósabbra süthetted volna. A mártás nem az igazi, de biztosan nem ez lesz a legrosszabb. Szép munka. Nagyon szépen köszönöm. Amikor végeztünk, éreztem, hogy jól csináltam. Ma tuti, hogy nem megyek haza, az biztos. Tehát Jennifer sikeresen kezdett. Jöjjön, Christian! De vajon a többiek harcsája is sikerült? Mr. New England, horgászisten, vajon harcolunk, vagy végre megadod magad? Az irgalmadat kérem. Milyen a panír? Zsemlemorzsa fűszerekkel. A panír ezzel a fűszerrel.
Abszolút ott van. Tökéletes. Köszönöm. Most, Eszter, gyere! Hogy milyen a panír? Szkaliszt, író és zsemlemorzsa. Nagyszerű az íze, az állaga, a fűszerezése. Szép munka. Giuseppe, ide hozzád a tányérodat. Mesélnél a panírról? Liszt, tojás és zsemlemorzsa. Nagyon jó. Köszönöm, uram. Boldog voltam. Ez a siker érzése. Vágytam már rá, hogy azt halljam, elégedettek a főztömmel. Alejandra, te jössz? A 29 hozzávalóból Alejandra 5-öt kihagyott, de kipótolta saját kútfőből. Mesélj róla! A harcsát először lisztbe, tojásba, majd zsemlemorzsába forgattam. A tartár mártásba pedig nagyon finomra zúzott fokhagymát tettem. Áj, nyers fokhagymát? A kapor mellé? Éreztél fokhagymát Whitney tartárában? Volt valami, amit nem tudtam azonosítani. De biztosan nem fokhagyma volt. Szörnyű. Ivott valamit? Nem tudom. Borzalmas technikai hiba volt a fokhagyma. Nem gondolod? De. A mártást elfuseráltad. Egyszer fent, másszor lent. Egy nap alatt. Ez eddig a leggyengébb teljesítmény a mesterszakácsban. És az eddig megkóstoltak alapján, te lehetsz az utolsó. Összetörtem. Rossz volt hallani a csalódottságukat. Szent ég! Annyira rossz volt. Nagyon rossz. Nos, Derek! A halat kukoricadarás fűszeres zsemlemorzsába forgattam. Nem sokat sütök, ezért nincs benne nagy gyakorlatom. Az a problémám, hogy ennek az omlós, finom halnak a panírjából egy zsíros ízé lett. Ez értékelhetetlen. A hal jól átsült, de kívülről nem. Ráadásul a káposztasaláta borzalmas. Ez egy elég rossz étel. Ez úgy jön le róla, mintha a bőre lenne. Ez a ragadós vacak unalmas és tiszta zsír. Ezt elbaltáztad. Ne már, srácok! Hisz ez egy utánzós verseny. Ha esztek valami finomat egy étteremben, de legközelebb nem ugyanazt kapjátok, nem mennétek vissza, mert csalódnátok. Adrian, gyere! Rosszul tálaltam, mert így emlékeztem Whitney ételére. De már nincs mit tenni, ki kell vinnem. Mi történt? Annyira koncentráltam az ízekre, hogy a tálalást elvétettem. Köszönöm. Egyértelmű, hogy te vagy a másik versenyző, aki nem követte az utasításokat. Nem is értem. Még az íze sem jó. Nem erőltetted meg magad. Tisztáztuk, hogy ez egy verseny, magas követelményekkel, értékes díjakkal. Nem értem, hogy lehetett így elbaltázni. Akkor most hadd nyerjem meg neked ezt a fordulót. Ezt tedd ide, ezt meg ide. Valahogy így volt. Ide a két halat, jöjjön a tartármártás, ide az elejére. Sült krumpli oldalra. Voilà! Tényleg olyan baromi nehéz megérteni az elvárásokat? A
A mai kiesés próbáján egy ropogós harcsa utánzása volt a feladat, és Adrian komoly hibákat vétett. Nem értem, hogy lehetett így elbaltázni. Akkor most hadd nyerjem meg neked. Ezt tedd ide, ezt meg ide, valahogy így. Ide a két halat, sült krumpli oldalra. Voilà! Tényleg olyan baromi nehéz megérteni az elvárásokat. Félek, hogy emiatt ma főztem utoljára a mesterszakács konyhájában. Nos, Jenny, te jössz! Sötétség borult a konyhára. Remélem, az én ételemmel újra felragyog a nap. Gyakran sütsz halat? Nem. Ez volt az első. Az első halsütés. Wow. Ez nagyon sós. És a salátád állaga olyan, mintha már megrágták volna. Azt kértük, hogy másolj le egy ételt legalább kinézetre. Nézd, ez úgy néz ki, nem is tudom, mit mondjak. Ezt Alejandra és Derrick ételéhez hasonlíthatom. Undorító. Ez elkeserítő. Nem gondoltam, hogy a főztöm ennyire rossz. Bajban vagyok. A feladat másolás volt, nem javítás, nem változtatás, nem másfajta tálalás valami francos tányéron, nem kértünk fokhagymás tartármártást sem. Ez volt a legsötétebb nap eddig a mesterszakácsban. Levágott fejek hevertek mindenfelé a padlón. Hihetetlenül fájdalmas volt ezt látni. Ben Starr! A salátámban van káposzta, répa, alma, pekándió, almaecet és egy kis méz. Miért nem főzöl mindig így? Mi történt veled? Ez isteni. Nagyon ott van. Szép munka. Végre! 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 Olyat főztem, amitől nem akarnak hányni. Most melyik bolygón is vagyok? Tehát... legalább egy versenyző kiesik. Volt néhány szárnyalás. Két étel dicséretre méltó. Christiane és Ben Starré. Sztárminőség. Vagyis ti lesztek a csapatkapitányok a következő kihívásban. Ben a másik nyertes. Élvezze, mert nem sokára lemosom a pályáról. A versenyszagot érzek. Feltámad bennem az oroszlán. Vigyázzatok, mert szét... Majdnem kimondtam. Szóval vigyázat, mert jövök. Inkább mész. Inkább mész. Most jöjjön a három legrosszabb ételünk. Az első alkotója... Adrian. Nem csak a tálalás miatt. Az íze talán annál is rosszabb volt. A második étel elkövetője... Jenny. Ez nem jó jel. Két remek szakács. Ha engem szólítanak, akkor biztos hazamegyek. A harmadik étel a mai napon... Alejandráé. Néhány órája benne voltam a legjobb háromban. Most meg a legrosszabb háromban is. Nem akarok kimenni. Erre a három versenyzőre igazán nem számítottam. Alejandra, egy valamit sosem teszünk a tartármártásba. Az pedig a fokhagyma. Jenny, elveszett voltál. Kiestél a formádból. Nem találtad a ritmust.
Adrian, nem csak a tálalást nem tudtad lemásolni, de az íze is borzasztó volt. Basszus! Jenny, lépj előre! Ez volt a legjobb formád? Nem, uram. Az időd lejárt a mesterszakácsban. Tedd a kötényedet a pultra. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm. Köszönjük. Köszönjük. Főzz tovább. Fogok. Kövesd a szívedet. Rendben. Köszönjük. Fényes jövő áll előttem. Nem csinálhattam volna jobban. A főzésben az a jó, hogy egy életen keresztül tanulhatjuk. Adrian, Alejandra, vegyétek a kötényeteket vissza. Még versenyben vagytok. Tűnjetek a szemem elől, gyorsan. Túl vagyunk egy nagyon nehéz napon. Már csak 12-en maradtatok. Szedjétek össze magatokat. Jó éjszakát, pihenjetek. A következő adásban. Most egy hollywoodi partira fogtok főzni. Előbújik Ramsay séfből az ördög. Takarítsd fel ezt a moslékot! Gordon Ramsaynek elment az esze. Teljesen. Ez a legrosszabb étel, amit a mesterszakácsban megéltem. Ráadásul ez a legrosszabb, ami elhagyja a konyhámat. És... idióta hülye torta. Legalább egy versenyzőnek véget ér az álma. A magyar változatot a Viasat megbízásából a Masterfilm Digital készítette.